Ellátogatunk a Karcagvárosi Önkormányzat városgondnokságához tartozó csemetekertbe, ahol a 2 hektáros területen évtizedek óta csemetenevelés zajlik. A helyszínen Molnár Pál önkormányzati képviselő, a városgondnokság igazgatója adott tájékoztatást televíziónknak. A Karcagváros Önkormányzat városgondnokságának a csemetekertjébe vagyunk itt. A hátam mögött lévő terület egy 2 hektáros terület, ahol mondhatom azt, hogy évtizedek óta csemetenevelés folyik. Természetesen raktározás céljára is használjuk ezt a területet. A városból és az önkormányzat által használt erdőterületből kikerülő tűzifát itt tároljuk be, itt kezeljük. Körülbelül egy változó létszám van, körülbelül 6-8 foly között dolgoznak itt. Ha körbenézünk, most is láthatjuk a növényápolás és növényvédelmi munkákat végzik el. Folytatunk a csemetekertben a fanevelés mellett oltási munkákat is, a díszfákat, gömbfákat oltás segítségével, oltóanyag beszerzésével alakítjuk ki, amelyek később a közterületre kerülnek kihelyezésre. A vezető a további hasznosítási tervekről is beszélt. Azt tervezzük, hogy minél több olyan díszfát szeretnénk előállítani, amit még sajnos meg kell vásárolnunk. Ezek általában nagyon igényes fák, tehát sokkal nagyobb odafigyelés, nagyobb szakmai hozzáértést igényelnek, de sikerült már az elmúlt évben is egy olyan stábot összeállítani, akik alkalmasak erre a munkavégzésre. Megvan az öntözési lehetőség, megvan a megfelelő tápanyag visszapótlási lehetőségünk is, valamint a csemetekert bejáratánál tőle jobbra található egy fűthető üvegház is, ahol az előneveléseket lágyszárú növények esetében el tudjuk végezni. Csemetekertben nevelt fákat főként a közterületekre szeretnénk kihelyezni. Közterületre történő kihelyezés esetén mind a lakosság, mind pedig a város részére ingyenesen biztosítjuk a anyagot, de természetesen akik saját magánterületre szeretnének innen csemetét vásárolni, akár a városból, akár a környező településről, egyébként van is példa, hogy a környező településekről is nagy számban megkeresnek bennünket, önkormányzatok is, magánszemélyek, vásárlási lehetőség is van. Azért, hogy a piaci részesedésünk minél nagyobb legyen ebből, ezért szeretnénk az előbb említett terveket ebben az évben is folytatni. Igényes keresett fákat, fásszárú és lágyszárú növényeket szeretnének nevelni továbbra is a csemetekertben.